Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Népszavazás. A részvételi arány nem érte el a szavazásra jogosultak több mint 50%-át. Temetés. Október 7-én helyezik végső nyugalomra Tolonics Gyula képviselőt. Szentendrei erdészet. Új épülettel bővült szeptember 30-án a Szentendrei Központ. Érvénytelen lett, azaz nem lett kötelező jogi érvényű a tegnap megtartott úgynevezett kvóta népszavazás, hiszen a részvételi arány nem érte el a szavazással jogosultak több mint 50%-át. Városunkban 100%-os feldolgozottságnál 45,41% volt a részvételi arány, az érvényesen szavazók közül 110 szavaztak igennel, 8582-en nemmel voksoltak. Nagy arányú győzelmet arattak a nemek az október 2-ai népszavazáson. Az érvényes szavazók 98%-a voksolt így. Ilyen az elmúlt 25 évben nem fordult elő. Szentendrén is reggel 6 órától várták a választópolgárokat a 20 szavazóhelyiségben. Stábunk délelőtt a 11-es számú szavazókörben a Vasvári úti tagovodában forgatott, ahol 12 óráig 233 szavaztak. Általában én nagyon sokszor részt veszek, mint megfigyelő a választásokon, és én nagyon remélem, hogy az a megszokott, hogy általában 4 és 6 óra között akkor még jönnek nagyon sokan. Ez egy olyan közepes szám, amennyien most voltak. Történt-e esetleg rendkívüli esemény ez alatt az idő alatt? Semmi nem történt. Tökéletesen ment minden, semmi probléma nem volt. Mennyire tudják az emberek, vagy mennyire kérnek segítséget a mai szavazással kapcsolatban? Azt mondhatom, hogy nem. Nem volt rá szükség, semmi probléma nem volt, mindenki tette a dolgát. Úgy a bizottságban, mint a szavazók. Önöknek meddig tart a mai napon a feladat és a munka? Hát ugye 19 órakor fejeződik be a szavazás, és utána, miután a kérdések nagyon egyszerűek, így én gondolom, hogy egy olyan 8 óra, 9 óra, legkésőbb 8:30-ra végzünk, és akkor utána még megvárjuk, hogy helyesen dolgoztunk-e az ellenőrzést a polgármesteri hivatalban. A kvóta népszavazás esetében a kormányzó erők nem szavazata mögött 3,2 millió választó sorakozott fel. Ez több, mint ahány szavazatot a párt 2014-ben vagy 2010-ben országos választáson szerzett. Itt volt a szavazólapon is, hogy miért jöttünk el, és nagyon jó, hogy az utóbbi időben hallottuk azt, hogy itt nem arról van szó, hogy segíteni nem akarunk a betelepítőknek, hanem nem ilyen módon akarunk segíteni. Otthon esetleg beszédtéma volt-e a mai népszavazás? Csak az a téma volt, hogy mikor fogunk eljönni. Hát úgy gondolom, hogy a hazánk jövője szempontjából, családom jövője szempontjából és a gyermekeim jövője szempontjából nagyon fontosnak tartottam, hogy ezt a lépést megtegyem, és a szavazatomat leadjam a szavazókörzetemben. Mennyire volt otthon beszédtéma a mai népszavazás? Általánosságban nem szoktunk róla beszélni, de a híradásokból, hogyha értesültünk különböző nagyobb horderejű hírekről, akkor azt igen megbeszéltük. Azért is kérdezem, hiszen 2 első szavazó is van a családban, ha jól tudom. Igen, elhoztam a 2 gyermekemet is. Az egyik 25 éves, a másik 21. Igaz, ők már régebben szavazhattak volna önkormányzati vagy bármilyen más szavazáson, de most ők is azt mondták, hogy szeretnének velem eljönni, és ők is leadni a szavazatokat. Szentendrén az egyes számú szavazókörben volt a legmagasabb a részvételi arány 57,73%. A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1022 fő, ebből 590-en jelentek meg, 98,85% szavazott nemmel a feltett kérdésre. Városunkban nem történt rendkívüli esemény a népszavazáson.
Végső búcsút vesznek október 7-én Tolonics Gyula képviselőtől, aki életének 58. évében, szeptember 25-én hunyt el. A gyászmisét október 7-én 15 órakor tartják a Péter Pál templomban. Azt követően a nyilvános szertartást a Barcsai Jenő téren lesz. A gyászszertartás a temető környékén érinti a gépjármű forgalmat is. Lezárásra kell számítani a környéken 2016. október 7-én 14 óra és 17 óra között az alábbiak szerint. Az Iskola utca felől a Temető utca egyirányosítva lesz, a Hold utca felől a Temető utcába nem lehet behajtani. A Barcsai Jenő tér teljes területét, a Dodola utcát mindkét irányból lezárják. A Dalmát utcából gépkocsival kihajtani 14 órától a Darupiac felé lehet. A Dalmát utcából a Barcsai Jenő tér felé kihajtani nem lehet, a teret teljes szélességében lezárják. A katolikus temető bejárata a Temető utca felől 14 órától zárva lesz. A temetőt csak Dodola utcai bejárat felől lehet megközelíteni. A zavartalan búcsúztatás érdekében köszönik a megértést a forgalmi rendváltozásokkal kapcsolatban. Ünnepélyes keretek között adták át az Anna völgyben a Szentendrei Erdészet új modern erdészházát szeptember 30-án. Az avató ünnepségen részt vett dr. Bitai Márton őrs, állami földekért felelős államtitkár mellett dr. Tarnai Rihárd kormány megbízott. Kürt szó köszöntötte a Szentendrei Erdészet új központjának avatására érkezőket, akik között több település vezetői is képviseltették magukat. A Szentendrei Erdészet területe az egyik legkedveltebb kirándulóhelynek számít az országban, ahol eddig számos a turisták által is érzékelhető fejlesztés történt. Szeptember 30-án azt a központot adták át, ami ennek a hatalmas és sokak által kedvelt területnek biztosítja az irányítását. A Szentendrei Erdészet az országban az egyik leglátogatottabb erdőterületet kezeli. A Pilisi Parkerdőnek a 10 erdészete közül ez az egyik leglátogatottabb. Most pontos számot nem is tudnék rá mondani, de talán a 3-3,5 millió ember jár ki ide a helyek közel folyamatosan. Úgyhogy egy nagyon ismert és elismert erdészeti területe ez a magyar állami erdőgazdaságok területének. Nagyon sokan emlékszünk rá gyerekkorunkból különféle turista ösvényeken, ahol itt cserkésztáborokban például én osontam fölfele a hegytetőig, úgyhogy egy nagyon szép és nagyon frekventált helyszín. Ezért is fontos az, hogy ne csak a közjóléti beruházások újuljanak meg, azok a beruházások, amelyeket kifejezetten az ide látogató bakancsos turistáknak építünk, hanem azok az épületek is legyenek rendbetéve, amelyeket az erdőgazdaságok saját maguk használnak. És hát persze nem csak a látvány miatt, hanem azért is, mert itt emberek dolgoznak, erdészek dolgoznak, és azért a munkakörülmények azok, mint ahogy tudjuk is jól, alapvetően befolyásolják a munkavégzés minőségét is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy az utóbbi néhány évben 15 milliárd forintnyi közberuházási fejlesztés után most olyanokra is sor kerül az állami erdőgazdasági portfólióban, mint például az ilyen erdészeti épületeknek a megújítására. Mindig tervezünk ilyen beruházásokat, tehát egyrészt a prédikálószék kilátó átadása október derekán fog megtörténni, de mondjuk a kilátók vonatkozásában azért érdemes egy mértéket tartani, hiszen most minden hegytetőre, minden dombtetőre felesleges kilátót építeni. Viszont van nagyon sok olyan más közjóléti fejlesztés, akár a legegyszerűbbek egy tűzrakó letelepedő hely, vagy akár más sokkal nagyobb volumenű megoldások, sokkal nagyobb volumenű beruházások, amelyek még hasznosak lehetnek. Én úgy gondolom, hogy a lovas és biciklis turizmus terén még azért sokat tudunk fejlődni, információs táblák terén is még nagyon sok fejlesztési lehetőség van itt a Pilisben, és persze turista házból is még lehetne építeni. Az erdők fontos részét képezik a turizmusnak is. A kék túra útvonal és a kék kör is lehetőséget biztosít a bakancsos kirándulóknak, hogy gyalogosan ismerjék meg a magyar erdők szépségeit, ezért a turista jelzések újrafestését követően
A turistaházak és kilátók rendbetétele is elkezdődött, ami egy hosszabb folyamatot vesz igénybe. Környezetünkben a Kőhegyi Turistaház után a tervek szerint a Lajos forrásnál lévőt is megújítják. Elsőként a kormányzat azon beruházásokra helyezte a hangsúlyt, ami a turisták, természetjárókat szolgálja itt. Az utóbbi egy-két évben emlékszünk rá, hogy sok-sok turistaház újult meg, jött létre, kilátóknak a felújítása történt meg, különböző kiránduló és pihenőhelyek kerültek felújításra, és most a saját kollégáink, az erdész kollégák elhelyezését és központi helyét is felújítottuk. Azt gondolom, hogy akkor tud valaki az erdőkért igazán erdészként felelősséget vállalni, hogyha neki is megvannak azok a körülmények, amely használatával el tudja a hivatását, a munkáját végezni. Most itt ez a lehetőség megadatik, itt a szolgálati lakástól kezdve sok minden elhelyezést nyer, ugye itt vannak az irodák, és itt valóban az a központ, ami a korábbi évtizedekben is itt volt, de nagyon sanyarú körülmények között, most valóban méltó körülményeket kaptak az erdész kollégák. Folyamatosan szeretnénk bővíteni a szolgáltatások körét. Itt, amikor arról van szó, hogy valaki az erdőben észlel valamit, akkor a bejelentés itt kell, hogy megtörténjen. A kollégák, hiszen van olyan kollega, aki itt is él, ő maga el tud menni a bejelentővel együtt megtekinteni, hogy hol milyen probléma mutatkozott. Értelemszerűen a problémának az orvoslásában is tudnak segíteni a kollégák. Még egyszer mondom, az a lényege ennek a beruházásnak, hogy az erdészek, logikus, hogy ne az városban legyenek, és onnan irányítsák az erdőgazdálkodást és egyébként, hanem itt helyben legyenek, a körülmények pedig adottak legyenek a munkavégzéshez, itt most ez megadatott. A kedves nézők és hallgatók az elmúlt időszakban megnézték, hogy a kormányzat csak itt, a Pilis térségében, illetve Pest megyében milyen beruházásokat hajtott végre, akkor egyértelműen igen a válasz. Azt látjuk, hogy nem csak az ország gyarapszik, a gazdaság erősödik, és ezen beruházások volumene növekszik, hanem valóban érzékelhető módon és mindenki számára hozzáférhető módon történő beruházások valósulnak. Meg gondoljunk bele, korábban a bakancsos turistáskodás elég elképzelhetetlen volt, hiszen nem voltak turistaházak, szétvert turistaházak jellemezték az elmúlt évtizedeket. Most ezek abszolút korrekt és magas színvonalú módon kerültek berendezésre, ráadásul elérhető árkategóriában. Ezt szeretnénk tehát megvalósítani, hogy ne csak azok élvezhessék a természetjárást vagy a wellness turizmust, akik egyébként megfelelő anyagi erővel rendelkeznek, hanem akik nehezebb anyagi körülmények között vannak, ők is, ő számukra is elérhetővé váljon egy valóban 21. századi természetjárás. Az erdészház megújításánál az ott dolgozó erdészek igényeinek, munkakörülményeinek jobbá tétele volt az elsődleges cél. Az épületben szolgálati lakás is található, így éjjel-nappal tudják fogadni a hozzájuk érkező bejelentéseket az erdészek. A Parkerdőgazdaság Szentendrei Erdészete évtizedeken keresztül az Ulcizia közben helyezkedett el, ott volt a központja. Na most ez olyan védettségű területet foglal magában, ahol az épület felújítása, fejlesztése nem volt lehetséges. Évek óta, hogy összeszólt használjam, szemezgettünk ezzel a területtel, ami a honvédség, illetve a magyar állam vagyonkezelésében volt, tulajdonában is vagyonkezelésében volt, hogy tudnánk megszerezni, hisz így az erdőbe, közel az erdőhöz tudnánk egy olyan erdészeti központot, és nem csak erdészeti központot, hanem egy ilyen kis telephelyet kialakítani, ami azért mondjuk a szívünk csücske lehetne. Erdészet, szolgálati lakások, olyan kiszolgáló létesítmények kaptak itt helyet, amelyeknek létrehozására benn Szentendre belvárosában sem módunk, sem lehetőségünk nem volt, nem is lett volna, és ezért döntöttünk emellett a fejlesztés mellett, és végül is sikerült az MNV ZRT támogatásával ezt a területet megszereznünk, és ezeket a fejlesztéseket végrehajtani, illetve szeretnénk tovább haladni a fejlesztések tekintetében, a nagy lapos tetejű épület felújításával folytatnánk, amely elsősorban nem parkerdő gazdasági célokat szolgálna, hanem a Parkerdő RT valamilyen szintű vállalkozási tevékenységét segíteni, illetve támogatná. A szentendrei erdészet további épületeinek megújítása mellett több a turistákat is érintő fejlesztés valósul meg a közeljövőben, amik közül az elsőt október közepén adják át egy új kilátót a prédikáló széken.
A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Hét embere című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!